Vállalkozz takarékosan, vállalkozz fenntarthatóan. Ezekkel az elnevezésekkel indított programot a Pécs Baranyai Kereskedelmi Iparkamara. Olyan megoldásokat mutatnak be a helyi vállalkozásoknak, ami a napi működésük költségeit csökkenti. Ehhez látogatnak el azokhoz a cégekhez, akik már alkalmazzák a takarékos technológiákat. Ott tényleg a, a naperőműtől, a ledes világítás technikától, a hőszivattyútól kezdve minden, ami létezik, azt ők megmutatják, így csináltuk, vagy így fogjuk csinálni, vagy ezek a praktikák. Úgyhogy mi azt javasoljuk, és a hírlevélben ez ment ki most a megyei vállalkozások számára, hogy ne is senki, keressék meg a kollégáinkat, mindenkinek fogunk tudni észszerű tanácsot, javaslatot adni. Az Országos Iparkamara kezdeményezése a fenntartható vállalkozás kialakítása. Ezt tovább fejlesztve, helyi jó példákat, gyakorlatokat bemutatva adnak ötleteket, és mondják el a lehetőségeket a vállalkozásoknak. Sokan azt mondják, hogy már rég a 25. órában vagyunk. Tehát, hogy már rég meg kellett volna csinálni a naperőműrendszert, napcellázni, mi egyéb. De ezeken kívül is van rengeteg olyan dolog, amit most is meg lehet csinálni. Két rétegű az ablak akkor vegyünk gázzal töltött három rétegűt. Ki lehet cserélni a gumitömítést egy korszerűben, akkor cseréljük ki a gumitömítést. Ledes lehet cserélni a meglévőket, akkor cseréljük ki. Rá lehet szoktatni a kollégákat arra, hogy ha nyáron véletlenül bekapcsolja a klímát, akkor csukja be az ablakot. És ezek sok-sok-sok ezer 10 10.000 a végén egy millió forintot fog jelenteni. Ezekkel a megoldásokkal csökkenthető a számla, de azért kell energiát venni áram, gáz formájában a vállalkozásoknak. A 6-7 szeres emelkedés természetesen megviseli a cégeket. Ezen segíthet a Széchenyi program, amelyben lehetőség van hitelfelvételre, az energiaszámlák fizetésére is, tudtuk meg a helyi iparkamarában.